Kedves nézőink, Isten hozta Önöket, újra itt vagyunk a Férfi Harcok Arcok műsorunkban, Nagy Péterrel, Nagy Zsolttal és Mészáros Ádámmal, aki a múltkori adásunkban is a vendégünk voltál. Isten hozott, dr. Mészáros Ádám, párkapcsolati coach, tréner és mediátor. Köszöntünk. Isten hozott. Köszönöm a meghívást. Múltkori adásunkban beszéltünk arról, hogy indultál el a párkeresés, és egyáltalán azon a ben, és azon az úton, hogy jogászi állásból ugye eljuss el a szakterületre, amit aztán, hát igazából azért azt mondhatnánk, hogy ez egy friss terület így Magyarországon. Én még annak idején emlékszem, hogy a saját szüleink ugye nem kaptak ilyen képzéseket, vagy nem volt ilyen forrás, hogy ők a saját kapcsolataikat, vagy házasságaikat hogy tudják fejleszteni, hogy tudják rendbe rakni. Én magam is azt éltem át, sajnos, hogy 30 év házasság után ugye a szüleim elváltak, ami megviselt annak ellenére, hogy már volt saját családom. Te mit látsz ezen a területen igazából? Mik azok a fő problémák, amiken a mai párkapcsolatok, házasságok elkezdenek megborulni, elsüllyedni? Mi ennek az oka? Elég nagy tapasztalatod van most már, ugye 10 éve csinálod. Igen. Hát ha egyet kell kiemelnem, akkor azt mondanám, hogy ma nagyon kevés idő jut egymásra. Ezt úgy fogalmaznám meg precízebben, hogy az osztatlan figyelem az nagyon hiányzik ma a házasságokban. Mit jelent ez az osztatlan figyelem? Elmondom, hogy mit nem. Tehát azt nem, hogy beszél hozzám a feleségem, és közben mondjuk nézem a sportcsatornát, vagy ugye, ami ma kimondottan, tehát pont most a napokban végeztünk interneten, feleségeket kérdeztünk meg, hogy mi a nekik a legnagyobb nehézségük, és hogy a telefonját bújja a másik, és ott van reggel vele, ott van este vele, és ugye, ami nagyon hiányzik, ez a kommunikációnak az alapja, én a másikra nézek, és egyszerűen meghallgatom. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon hiányzik, és ugye egyre többen élnek egyre pörgősebb életet, ha mondhatom ezt így. Tehát aki városban él, és ilyen hajszoltabb életet él, akkor néha így csodálkozik, tehát ma már ebből turizmus és ilyen turisztikai élményt lehet adni, hogy valaki kimegy falura, és ott a nyugalomban és a csendben van. Ahol egyébként jut idő beszélgetni, vagy juthat idő, hogy ma már azért emberek fizetnek, de hogy ez egy kicsit régen jobban megvolt, és hogy annyira üzemelteti mindenki az életét, és viszi, hogy egyszerűen nem jut idő egymásra. És hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy egy férfi meg tudja kérdezni a feleségét, hogy szia drágám, mi volt ma, mire van szükséged, egy feleség meg tudja kérdezni, hogy mi volt ma veled. Tehát, hogy ilyen apróságok, ez az egyik. A másik pedig az egy kicsit ilyen nagyobb nagyságrendnek gondolom, hogy a közgondolkodásban, a kultúránkban egyre szabadabb a gondolkodás, és az, hogy ha nem jó valami, akkor abból lépjünk ki minél hamarabb, ez kezd egy ilyen trend lenni. Tehát ugye a rendszerváltás előtt, ugye ott ugye, ha csak együtt éltünk, ezt úgy hívtuk, hogy vadházasság, tehát eleve az nem volt egy korrekt dolog, de hogy a válás nem a helyes megoldása volt a dolgoknak, és kinézték azt, aki elvált. Na most lehetett ilyen élethelyzet, és senkinek az életét nem szeretném megítélni, de hogy mert a kinézés az nem egy érték, de az, hogy volt egy elvárás, hogy egy házasságod van, egy valakivel élsz együtt, és meg kell oldanatok, ha azt akarod, hogy jó legyen, és ezt házasságon belül kell, ez egy kulturális érték volt, és ebben éltek az emberek. Ma nem ez van. Ezért aztán könnyebben előjön az, hogyha valami problémánk van, hát akkor logikailag egyébként mondhatjuk, igen, miért érdemes benne lenni egy rosszban, és hogy lépjél ki, és ne szenvedj tovább, csak hogy ma pont ettől esnek el nagyon sokan, hogy egy házasságnak, ha a folyamatát kell néznünk, akkor azt úgy tudnám, hogy emelkedik, akkor néha jön egy hullámvölgy, utána emelkedik, de már egy magasabb szinten megy tovább, és ezeknek a hullámzásokkal tud fejlődni egy házasság, meg abban a két fél, és hozzáteszem, kellő tudás kell ehhez. Tehát, hogy
azért látunk olyat, akinek így lefele megy, de hogy amit beszéltünk pont azt hiszem az előző adásban is, hogy tudatosság, hogy a mély pontok nem önmagukban nem jók, de hogyha ott valaki elkezd saját lelki életével foglalkozni, segítséget kérni, tanulni magáról, a társát jobban megismerni, az egy gyönyörű fejlődési út, és ez ma nincs meg. És én nem akarok nagyon negatív lenni ebben az adásban, de hogy én azt látom, hogy lehet, hogy én járok rossz közegben, de hogy kimondottan már ilyen kezd ilyen lenézet lenni az, hogy valaki még ki akar tartani a másik mellett, és hogy küzdj. És ugye én az internet világában eléggé otthon vagyok, és látom, hogy mi a közgondolkodás, és hogy nagyon sok ilyen megerősítést kap ma valaki, hogyha nem jó a házassága, hogy hát én is rossz házasságban voltam, és életem legjobb döntése volt, hogy kiléptem, és most már lép ki te is. És hogy ugye akik kiléptek és elváltak, valóban sokszor egy lelki nehézségtől, egy kapcsolati feszültségtől megszabadulnak, de nagyon sokszor ezek az emberek azért is kénytelenek reklámozni, hogy milyen jó döntés volt az, hogy ők ott hagyták a másikat és egy házasságot felrúgtak, mert belül ők magukban megszegtek egy nagyon fontos elvet, hogy ők is úgy tervezték, hogy hűségben, odatartozásban éljek valakivel, és amikor valaki megszegi belül ezt az elvét, akkor utána kénytelen ezt magának igazolni, meg reklámozni, meg érthetővé tenni, jogossá tenni, és sokszor ezek a, amikor tanácsot adok a Facebookon az ismerőseimnek, vagy a kék nagy óriás oldalán tanácsot adok az ismerősnek, akkor ez arról szól, hogy magamnak is próbálom megmagyarázni, hogy végül is jó volt az, ahogy csináltam. Közben valójában arról van szó, hogy én magam sem úgy terveztem. Úgyhogy én ezt a két dolgot látom, hogy egyszerűen nagyon nincs idő egymásra, a másik pedig az, hogy egy olyan kulturális közeg vesz körbe, hogy lassan már elfelejtjük azt, hogy a helyes megoldás az, hogy ott maradunk a problémával, tudatosan tanulunk és megváltoztatjuk akár magunkat, akár a kapcsolatunkat, és egy új alapokkal magasabb szinten folytatjuk. Én azt gondolom, hogy a házasság nehézségének a megküzdésére sokszor az elkerülést választjuk, miközben az egyik ismerősünk, aki nagyon közel állt hozzánk, és egy nagyon őszinte beszélgetésben beszéltünk a válás utáni állapotról, akkor mondta, hogy a válás után generálódott problémák megoldásába fektetett energia többszöröse annak, amit szerinte bele kellett volna fektetni a házasságába, hogy megmenthető legyen. Hát utólag azt látja, hogy nyilván konfliktusok megoldódhattak, hogy távol kerültek egymástól, viszont annyi új problémát generált maga a válás, és annyi új nehéz élethelyzetet, ami adott esetben több energiát igényel, mint hogyha a házasságokat, csak azt mondja, hogy ő nem tudta, hogy a házasságért küzdeni kell, és hogy abba energiát kéne befektetni, és talán ez az a tudatosság, amiről beszélsz. Hát ehhez egyébként pont ez a lényeg, hogy illetve azért két érett emberre van szükség, vagy két tudatosan gondolkodó emberre, és ha mondhatok egy, ez nem is kritika a házassággal szemben, de van egy nagyon nehéz dolog ebben. Mégpedig ez az, hogy ugye megígérjük, hogy kitartunk egymás mellett jóban, rosszban. És az a helyzet, hogyha ugye egy házasságban valamelyik félnek fáj a kialakult helyzet, de a másik félnek nem annyira. Általánosítani nem akarnék, de a tapasztalataim alapján nagyon sokszor van az, hogy egy feleség jobban szenved már a helyzettől, a férfi meg el van. Tényleg nem akarok abszolút nemekre általánosítani. És mondja a feleség egyszer, kétszer, ötször, tízszer, húszszor, és nem hallja meg a férfi. Ez részben azért is van, mert neki jó, és miért hallja meg, részben sokszor kommunikációs probléma is, hogy egy férfi nem mindig hall a panaszkodásból, az ideges hangokból, stb. Tehát ez több összetevős. De ami a nehéz, hogy a feleségnek már fáj a helyzet, a férjnek pedig nem. És ott van a feleség, hogy akkor ő mit tud ezzel csinálni. És az a nehéz, hogyha logikailag megengednénk, hogy ő beadná a válási papírokat, ezt azért mondom, mert ugye van, aki ezt csinálja, beadja, és sokszor ott hallja meg először mondjuk a másik, hogy hú, nagyon nagy baj van, mert el akar válni tőlem a másik. És amit csak kiabált és mondta és idegeskedett, hogy addig nem hallottam meg. És ez azért mondom, hogy ez az egy nehéz, hogy ugye ha két érett ember házasodik, akkor amit mondunk, hogy igen, tenni kell, ha a probléma van, az nagyon jó. De amikor mondjuk az egyik fél tényleg nem hallja meg, és ő nem szenved, akkor nagyon nehéz az, hogy ő miért változna meg. Hiszen neki lehet, hogy pont kényelmes, hogy mondjuk van egy feleség, akit őt kiszolgálja, támogatja, és ilyen szempontból ez egy nagyon nehéz helyzet. Én ezt azért mondom, mert kimondottan
vallásos pároknál tapasztaltam olyat, hogy kimondottan a férfi hátradőlt, és azt mondta, drágám, szentségi házasságban vagyunk, te nem hagyhatsz el engem. És a rosszul értelmezett házasság és a nem felelősségvállalás találkozása kihozott egy olyan helyzetet, hogy a férj hátradőlt, és azt mondta, hogy hát mellettem kell maradnod. És ott van az a, most nem mondom, hogy szegény feleség, de értjük a nehéz helyzetét, hogy akkor neki milyen eszköze marad. És a házasságnak szerintem az a helyes értelmezése, hogy nem csak rosszban vagyunk együtt, hanem jóban. És ez nem azt jelenti, hogyha a férjem el van a kényelmes, lusta, nem törődöm, nem figyelmes kis életével, akkor azt mondom, hát igen, ő nem érzi olyan jól magát a bőrében, rosszban is ki kell mellette tartanom feleségként. De szerintem sokkal inkább úgy van, hogy a feleség azt mondja, hogy figyelj, én egy jó életet szeretnék, ahol szeretetben élünk, egymást segítjük, támogatjuk, figyelünk egymásra, kommunikálunk, kiteljesedünk egymás mellett, és te arra tettél ígéretet, hogy jóban, rosszban együtt vagyunk. Én most nagyon jóban fogok haladni előre az életemben, én egy ilyen életet fogok élni, és kutya kötelességed velem jönni és valamit csinálni. De még egyszer mondom, a pat helyzet továbbra is fönnmarad, csak hogy ez egy nagyon fontos értelmezés, hogy nem lehet hátradőlni. Hát a rosszban is ki kell tartanod mellettem, nem dőlhetek így hátra, hanem igen, kedves férj, neked, ha a feleséged egy jobb életet akar, te arra tettél ígéretet, hogy velem élsz, és hogyha a feleséged éppen erre megy, akkor kutya kötelességed. Hát mondom ezt én így kívülről, ezért nagyon fontos egyébként sokszor, hogy ha néha külső segítséget, vagy egy lelki beszélgetést igénybe veszünk, hogy az néha mennyire fontos, mert tényleg, ha csak burokban ketten vagyunk, akkor néha, tehát nem jön az a szellemi, lelki frissítés, ami néha kell mondjuk egy ilyen férnek, de hogy ez nagyon fontos, hogy a házasságot jól értelmezzük, és ugye ez a nehéz, hogy ha valaki tényleg felelősségvállaló, akkor bármit értelmezhet, tehát jól is tudja, de ha valaki nem felelősségvállaló, akkor a rossz értelmezésből simán egy ilyen kellemetlenség tud lenni, és ilyen szempontból mondom, hogyha valakinek nincs házassága, vagy nem ebben a korlátban él, akkor ilyen szempontból az szokott egy ilyen ütőkártya lenni, hogy ott a vállási papír az asztalon, és valamikor ott kap észbe a férj, és látunk ilyeneket, és végül ő kérni, hogy ne váljunk el, és onnan változik meg minden. Tehát ez egy nagyon nehéz helyzet, de hát szerintem a műsorban is azért beszélgetünk ilyen témákról, hogy egyre több férfi meg nő is ugye a tudatosság gondolkodás útjára lépjen, és azért ez, tehát ez mutat előre, ezért kell jól párt választani, mondom én okoskodóan, hogy tényleg nézzük meg azt, hogy kivel építjük az életünket, mert hosszú távon szükség lesz a felelősségvállalásra mindkét oldalon. Egyébként nekem is van ilyen előttem, pont ilyen példa, amit említettél, hogy és itt igaz azért ez, hogy a férfiak sokszor érzéketlenebbek, mert a nő eleve kapcsolatibb, a férfi jobban el tud lenni magával. Most nem azt mondom, hogy mindig így meg van. Meg a dolgokkal. De, meg a dolgokkal, így van. Hogy a nőnek már annyira fáj, hogy mondjuk bár keresztény házasság, de azt mondja, hogy én nem fogom ezt bírni. Tehát itt fölsejlik a szétmenésnek a kísértete, és akkor na, ez az a pont, ahol tényleg komolyan veszi a férfi, hogy na hát akkor változtassunk. Tehát ez tipikus. Igen, tipikus. Tehát találkozunk ilyen szitukkal. De most a válásokat is azt hiszem, ami 70-80%-ban a nők kezdeményezik. Talán pont emiatt, mert náluk hát hamarabb... Van egy keresztény férfi-női különbségeket, sokan vizsgálják Amerikában, de van egy keresztény szakértő, aki ezt úgy fogalmazza meg, hogy tehát van egy működésünk férfiként és nőként, nem egyformák, és hogy ez csúnya szónak tűnik, de hogy a férfi inkább elvesz egy kapcsolatban. Tehát, hogy ez nem, ezt, hogy mondjam, ezt nem azoknak akarom most a lovat adni, akiknek meggyőződés, hogy a férfi tönkre teszik a nőt és elnyomják, de hogy a működésünk az olyan, hogy megyünk és vadászunk, és tehát, hogy van egy ilyen működésünk. És ő fogalmazza meg, hogy a nőknek pedig az a működése, hogyha úgy érzik, hogy nem olyan jó a házasságuk, akkor azt gondolják, hogy akkor még kell adniuk, és még adnak, és még adnak, és még szeretik a férfit még, mert hogy nem olyan jó. És ugye ebbe az a veszélyes, hogy ugye, hogyha egy nő túl sokat ad, és nem kap vissza,
és túl sok olyat tesz, amit ő belül úgy érzi, hogy több, mint amit kéne adnia, ezzel úgy meg tud tenni, hogy egy idő után megharagszik a társára, valójában egyébként saját magára, mert ő ment bele olyan dolgokba, de hogy ez egy ilyen be tud csúszni egy férfi alá egy nő, hogyha ha mindig csak, mikor probléma van a házasságban, elkezd még adni, még finomabbat főzni, még többet főzni, szexualitással még többet adni, és egy idő után ez így telítődni tud egy nőben. És ez nagyon fontos, hogy erről tudjunk kommunikálni, meg hogy ez egy férfinak is fontos, hogy legyen füle arra, hogy oké, ha szenved mellettem a feleségem, akkor figyeljek arra, hogy akkor most nekem kell lépni, tehát ne a rossz kapcsolatunkra még ne ő tegyen még, ne ő adjon, hanem akkor nekem kell leülni, megkérdeznem, hogy miben tudnálok mentesíteni, hogy tudnál felszabadulni, hogy tudnál kiteljesedni mellettem, mire van szükséged lelkileg, ugye mindenféle életszakasza van egy nőnek is, tehát hogy mikor, miből kell neki több, de hogy erre kell nagyon vigyázni, hogy ne így becsúszson a sok szeretetadás miatt egy feleség, ezt mondom, férfi-női különbségek tematikája ez, úgyhogy nagyon, nagyon ott van ez, amiről így beszélünk. Egy a lényeg, hogy minél hamarabb vegyük észre, hogy ez a helyzet fölnáll, mert tényleg ez is olyan, mint a tűz, hogyha már ég a ház háromnegyede, akkor már a tűzoltók se tudnak mit csinálni, és hogy itt egy feleségnek is akkor kell jeleznie, hogy figyelj, úgy érzem, hogy most nem jó irányba haladunk, amikor még az elején van, mert akkor még jobban, és ugye ez ugye egy feleség is ugye akkor menti a dolgait, mikor már nagyon fáj neki, úgyhogy nekem az alapelvem, ez a könyvemben is írok róla, hogy amikor érezzük, hogy egy kicsit már bűzlik valami, akkor kell leülni, beszélni. Tehát nem kell megvárni, amíg elhatalmasodik egy probléma, hanem ezt nagyjából úgy kell tartani, hogy legyen minden nap jó közöttünk, és amikor érezzük, hogy valami nem jó, azonnal leülünk. Mert tényleg elhatalmasodik egy hét alatt, két hét alatt, egy hónap alatt, bármilyen apróság. Tehát tartsuk, hogy mondjam, nagyon éberek legyünk, mint a pásztorok a tábortúsz körül, hogy amint valami komolyabb lenne, akkor ott azonnal ott tudjunk lenni. A férfiaknak mit tudunk mondani, hogy ebben az együttműködésben hogyan tudjuk érzékenyíteni magunkat arra, hogy azok a dolgok, vagy azok az eszközök, vagy feladatok, amik lekötnek, és a teljes kapacitásunkat elviszi, abból átcsoportosítsunk arra, hogy a kapcsolatunkkal is kell foglalkoznunk. Hát szerintem a legegyszerűbb az, hogy tehát, hogyha mondjuk valaki nagyon elfoglalt, hogy a naptárjába írja be azt, hogy feleségidő, vagy családidő, és ez most nagyon, tehát nem az a lényeg, hogy menedzseri szemülettel vigyük a család életet, de hogy lehet, hogy tényleg nekünk a nap végén már csak arra van szükségünk, hogy szusszanjunk egyet, és ki a nagy vadászat és a nagy megterhelések után pihenjünk, de hogy azt tartsuk észbe, hogy vagyok én és a feleségem, és a család tényleg akkor, ez most egy nagyon személyes véleményem, bár sok helyen hallani, hogy a család akkor van jól, ha a feleség is jól van. Uh-huh. És hogy ezt egy férfi, tehát hogy tekintsek úgy a feleségére, mint egy ékszer, mint egy királynő, mint egy szép virágszál, akit gondoznom kell. És hogyha én a feleségemen tapasztalom, ha ő tündököl, minden jó. Ha a feleségem fáradt, ha a feleségem elhanyagolva érzi magát, akkor én próbálhatok otthon a Békesszigetén megnyugodni a munka után, nem lesz jó. És hogy ezt a nézőpontot vegyük be, hogy ott az a virágszál, és ott gondoznunk kell magunk mellett, uh-huh. És ez megint a nagyságról szól, tehát ez nem arról, hogy elveszek és férfi vagyok, és csak az jó, ami nekem, hanem hogy megtanulni egyfajta úriembernek lenni, udvarolni újból, és hogy tehát azt látni, hogy egy tündér van, vagy mondom, egy virágszával mellettünk, szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Tehát aki önzőnek, ezt úgy mondanám, hogy ha te jól akarsz lenni férfiként, akkor csak úgy tudsz jól lenni, hogyha a nő is mellette jól van, és akkor legalább már ezért figyelj arra, hogy a feleséged az kiteljesedjen melletted. Úgyhogy ez szerintem ez a kulcs. Hát ez egy szép meló, szép munka. Munka egyébként. Ez munka. Munka, de hogy ha már így nézzük, akkor hogy férfiak között, akkor tehát ez egy ilyen befektetés, de nagyon sokszorosan megtérül. Tehát, hogy jó biznisz. Igen. Nekem az a tapasztalatom, hogy mi a problémát általában a női oldal jelzi. Tehát nagyon nehezen tudunk mi tudatosak lenni ezen a téren. Igen. Hogy kimondottan olyan személyiséggel, vagy olyan belső felépítettséggel, érzékenységgel kell rendelkezni férfiként,
De mi általában a másik oldalról próbálnak bennünket rávenni arra, hogy változtassunk. És, igen. Nem? És ez azért hát, nagyon fontos, mert viszont ha ezt egy nő tudja, tehát én éveken át tartottam workshopokat, ilyen kis csoportokat feleségeknek, és nagyon-nagyon tisztelem a nőket, és szeretem őket, és nagyon-nagyon fontos, hogy ők sokan csalódottan érezték azt, hogy hát igen, én érzem, hogy gondolom a kapcsolatunkban, ő meg észre se veszi. És hogy a férfi és a nő különbségeitből, ha ezt nem fogadjuk el, és nem, tehát hogy egyszerűen a nő nőnek van teremtve, a férfi férfinak, ha ezt elfogadni kell és megérteni. És nagyon sokan csalódottsággal mennek el ebből, hogy hát igen, nézd meg, én itt vagyok nőként, és hogy mindig én foglalkozom, hogy jó a kapcsolatunk, őt meg nem érdekli. De hogy ez a, ha mondhatom így, más eszköztárral vagyunk megteremtve, és ezért tudunk együttműködni, mert egy férfi meg olyan eszköztárral van, amit ugye ez ma nem annyira jön ki, mert ugye ma már nem kell elmennünk, hogy mondjam, vadászni, nem annyira jön ki, és ez megint mondhatnánk egy ilyen kulturális problémának, hogy nem annyira jön ki, de hogy mi más eszköztárat kaptunk, nekünk más a feladatunk, más a feladata a nőnek, és ahogy egy férfinek se kell, hogy ugye sokszor megint nem felelősségvállaló a férfiak, hogy nekem kell az egész családot gondozni, és hogy nézd, ő csak otthon van a gyerekkel, és rajta van a teher. Hát mi kaptunk egy eszköztárat, hogy mi tudjunk küzdeni keményen és dolgozni, így vagyunk összerakva. A nőnek meg, ő meg ahhoz kapott jól egy eszköztárat, hogy az érzelmekre meg a kapcsolatra figyeljen. És hogyha ezt megértjük és elfogadjuk, akkor kevesebb csalódottság, meg kevesebb másikra mutogatás, meg kevesebb harag. És hogy ezt csak azért mondtam, hogy a nőknek nagyon fontos ma megérteniük, hogy igen, egy férfinek más eszköztára van, és hogy ők lehet, hogy érzékenyebbek, és ezért hálát kell adni, és ilyen szempontból ez a fajta előrejelzés az jobban, akár lehet is az ő feladatuk. Hozzáteszem azért, ma már a szerepek is egy kicsit ugye így, hát nem azt mondom, hogy keverednek, de hogy azért sok férfi van, akinek vannak nőiesebb részei, akár magamat is beleértve, tehát én is hamar érzem, ha valami nem jó a kapcsolatunkban, és nem csak a feleségem kiabálásából, hanem én is érzem, tehát azért nem azt akarom mondani, hogy akkor egy férfi hátra dőlhet, hogy neki nincs feladata a kapcsolatával, csak készségek szintjén látjuk, tehát a vizsgálatokból is látszik agyi működésben, hogy kommunikációs terület sokkal nagyobb egy nőnél, mint egy férfinál, úgyhogy ezeket elfogadni kell, így működni, és szerintem ez egy gyönyörű dolog így kiegészíteni egymást, hogy ennek a gyönyörűségét meglátni, tehát olyan jó, hogy van egy feleségem, aki látja, hogy a kapcsolatunkért tenni kell, és a felesége meg tudja azt mondani, hogy olyan jó, hogy van egy férfi, aki meg föl tud korán kelni hajnalba, és viszi annak a stresszét, hogy a családnak mondjuk az anyagiak jobban elő legyenek teremtve. Úgyhogy ennek szépsége is van. Köszönjük szépen! Köszönjük, igen. Azt hiszem, hogy... Még folytatnánk. Következő adásba várunk, Ádám, akkor köszönjük újra. Szépen. És folytatjuk. Kedves nézőink, eddig tudtunk eljutni ebben a párkapcsolati témában. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Jövő héten találkozunk, viszontlátásra. Viszontlátásra.